A mudrák. Lótusz mudra a szívcsakráért, és oltalom mudra a félelmek feloldásáért. A mudra egy speciális kéztartást jelent. Minden mudrának jelképes és konkrét mágikus jelentése is van. Ha megfigyeljük a legtöbb istenszobrot és istenképet, akkor feltűnhet számunkra, hogy azok valamelyik mudra szerint tartják az egyik vagy a másik kezüket. A mudrák használata. A mudrák fontosságát és jelentését a hinduk viszonylag jól ismerik a vallásukból. Minden mudrának megvan a maga jelentéstartománya. A legismertebb mudra az úgynevezett Abhaya mudra, magyarul a félelem nélküliség kéztartása. A mudrák nem csupán kéztartások, hanem meditációs elemek is. Ha belegondolunk, már a nevük is ezt sejteti. Mudra annyit tesz, mint pecsét vagy ismertetőjel. A mudráknak többféle típusa ismeretes. Vannak olyan mudrák, amelyek az energiák keringését serkentik, gyorsítják, míg mások éppen az elmélyülést és az elcsendesedést, valamint a megnyugvást, megelégedettséget segítik elő. Egyes mudrák közvetlenül kihatnak a testi funkciókra, mások a lélek erőit mozgatják meg elsősorban. Hallatlan előnyük, hogy szinte bárhol és bármikor alkalmazhatjuk őket, hiszen a kezünk mindig kéznél van, azaz az ujjainkat szükséges csak használnunk hozzá. A mudrák az aurákban, és azon belül az energia vezetékekben áramló energiákra hatnak. Mivel az energiapályák egyes részein torlaszok vannak, amelyek megakadályozzák az energiák szabad áramlását, a mudrák oly módon képesek összekapcsolni egymással az energiavezetékeket, hogy a gátolt területet ki tudja kerülni az energia. Ebből is kitűnik, hogy a mudráknak az öngyógyításban van hangsúlyos szerepük, hiszen általuk befolyásolhatjuk a testi, a pszichés és az elmebeli állapotainkat. A mudrák elsajátítása nem igényel különösebb iskolázottságot vagy képzettséget. Könnyedén elsajátíthatók. Ami azt illeti, a legtöbb ember számtalanszor alkalmaz mudrákat. Önkéntelenül és tudattalanul fonjuk össze és illesztjük egymáshoz az ujjainkat, nem tudván, hogy valójában az érintéseinkkel a saját belső energiáinkat hozzuk működésbe és stimuláljuk. Lótusz mudra. A lótusz mudrához a következőt kell csupán tennünk. Illesszük össze a két kezünket úgy, hogy csak a tenyerünk élei és az ujjvégek érintsék egymást. Megfigyelhető, hogy ilyenkor egy zárt lótuszvirágot formálunk a kezeinkből. Ezután nyissuk ki úgy az ujjainkat, hogy a hüvelykujj és a kisujj szélei érintsék egymást, míg a többi ujj teljesen kitárulkozik. Ez a nyitott lótuszvirág tartás. Ezt kövesse 4 mély lélegzetvétel, majd zárjuk vissza a kiinduló pozícióba az ujjainkat. Ezután fokozatosan érintsük össze a hüvelykujj kivételével az ujjaink körmét, külső részét, végül a kézfejeket. Ezt követően ezen a módon visszafelé újra vegyük fel a kiinduló tartást és a kibontott virágszirom pozíciót. A műveletet ismételjük meg többször. Ez a mudra a szívcsakrához tartozik, mivel a lótuszvirág a szív bölcsességét, intuitivitását és tisztaságát szimbolizálja. A szívközpontot tárja ki, illetve teszi nyitottabbá. Annak ajánlott, aki fejleszteni kívánja magában a szeretetet, a jóindulatot, az adást, az érzelmek kimutatását, az emocionális intelligenciát, a tisztaságot és az együttérzést. Ez a kitárulkozás mudrája, amely az embert olyannak mutatja, amilyen valójában. Álarc nélkülivé tesz, segít valódi önmagunk megtalálásában és felvállalásában. A lótusz mudra összefügg a nappal. A nap ebben az esetben az emberi szellem fénye, a bőség kiáradása, a feltétel nélküli elfogadás, az életöröm és a belső tűz reprezentánsa. Aki erősíti magában a lótusz mudra által a napot, annak élete megtelik jókedvel, derűvel, jó szándékkal, és felfedezheti a viszonzásra nem vágyó adás földön túli örömét. Mindazok számára ajánlott a lótusz mudra, akik sokszor csalódtak már az életükben, akik szomorúak, akik magányosak, akiknek lelkében sok kudarc élmény rakódott le, és hajlandók megszabadulni tőle.
akiknek eddig nem ment a fájdalmak elengedése, de mostanára döntöttek és le akarják tenni a felesleges terheiket. Minden embernek van szíve, van szívcsakrája, és éppen ezért megvan a képessége ahhoz, hogy a jóságot képviselje és éltesse. Sajnos korunkban sokan bezárkóznak, begubóznak, mert félnek a külvilágtól. De ez senkinek sem jó. Ezért tanuljunk meg újra szeretni. Abhaya mudra. Az Abhaya mudra végzéséhez a következőket tegyük. Emeljük fel a jobb kezünket mellmagasságba, tenyerünket fordítsuk előre. A bal kezünket helyezzük a szívünkre, vagy a bal combunkra. Ez a félelmek feloldására szolgáló gyakorlat. Minden félelem oka a tudatlanság. Ez a kéztartás isteni oltalmat, védettséget és támogatást biztosít az ember számára. Nem véletlen, hogy a legtöbb festményen és szobron ebben a kéztartásban ábrázolják a szent embereket. Az Abhaya vagy oltalom mudra felhívja a figyelmet az erőszakmentességre, amely a legtöbb keleti vallás egyik sarkalatos dogmája. A lelkileg és szellemileg erős emberek amúgy is hajlamosak az erőszakmentességre. A bántás és az agresszió a tudatlanok vagy buták eszköze. Az emberek többsége azért folyamodik erőszakhoz, hogy saját belső gyengeségét kompenzálja. Legtöbbször a belső vívódások, gyötrődések, feldolgozatlan konfliktusok és harcok okozzák az erőszakos attitűdöt. A megbomlott pszichés egyensúly olyan stratégiákra sarkalja az embereket, amelyek igen primitív megnyilvánulásokat eredményezhetnek. Mivel az emberek legbelül szégyellik a gyengeségeiket, és nincs lelki erejük, hogy megbirkózzanak saját fejletlenségükkel, ezért másokra vetítik ki a belső konfliktusaikat. Az oltalom mudra segíthet ebben. Az isteni erők támogatására mindig számíthatunk. Bár a folyamat nem gyors, de egyszer mindent el kell kezdeni. Az Abhaya mudra fokozatosan feltölti az embert önbizalommal, bátorsággal és biztonságérzettel, amire a mai világban hatalmas szüksége van az embereknek. Az önmagunkkal és az élettel való egységre hajlamosít ez a mudra. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!